És a foglalkozásodat mondjuk, mert azt fogom mondani, hogy Ferenczi György muzsikus, és Breitenbach István. Őszintén, én egy polihisztor vagyok. Poliészter. Poliészter vagyok. Minden. Most az hülyeség, de tényleg minden, amiből pénzt lehet csinálni. Életművész. Abszolút. Ez jó, hogyha ez tökéletesen fedi a valóságot. Na jó, figyeljetek. Rejtői akkor... értelemben magánzom. De ha ugyanezt a mikrofonban mondjátok, azért nagyon hálás legyen, hogy most már minden hasznos. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai vendégünk Ferenczi György muzsikus és jó barátja, Breitenbach István életművész. Kettőjük barátsága egy rejtői barátság. Na, meg vagyunk, ellazultunk, kényelmesen vagyunk. Te néha szipkázol majd? Mi a terv? Persze, de nem számít, mert nincs füst sem, meg íze. Ja, jó, oké. Okay. Direkt történet, kultúrember vagyok. Vagy. Nem akarom bedurantani a riasztót itt benne. Kivesszük. És kifizetni a 2 millió forint kiszállási költséget a tűzoltóságnak, tudod. 2 millió forint? Hát nem tudom én, de hát... De a füstjelzőt már tekartuk lámpával. Az jó tetétek. De én múltkor magamra riasztottam a Duma Színházat, mert ugyanúgy nem volt technikus, mint most, és azt hittem, hogy lesz. És bejöttem a kis kártyámmal, kinyitva az elektromos ajtó, de nem volt kiriasztva, meg nem tudtam a kódot, és... Jöttek a vagyonőrök. Volt egy kis, igen, egy kis para. A Suzuki vagyonőr. Plusz. Plusz, igen. Még jobban ki van pattintva, tudod, egy-három benzén. A Gyuri úgy mutatta be István, Pistit, mint az öcsém, ezt mondtad, bemutatom az öcsémet. Majd következett egy olyan vezetéknév, ami a Ferencire nem hasonlít, és kiejteni se könnyű. Abszolút, hát én a Breitenbachból magyarosítottam Stumpfhauserre, de nem, mert testvérek vagyunk, mi gyerekkorunkban testvérnek fogadtuk egymást, és ez azóta is tart. Ez egy hosszú történetlen, de a tömör lényeg az, hogy én egy örökbefogadott gyerek vagyok, a Gyurinak az anyukának a testvére örökbefogadott, és akkor így mi úgy viszonyunk egymáshoz gyerekkorunk óta, hogy testvérek. Hány éves korodban? Hát ez tényleg egy hosszú történetlen, másfél éves koromban kerültem neveotthonba, és 3,5 éves volt, amikor rám találtak a csúnya kancsa a gyerekre a sarokba. Tehát az első emlékeid már a családból valók, nem? Tehát gondolom a nevelő otthonból nincsenek. De teljes mértékben ez egy hosszú történet, ugye a akkori rendszer nem tette lehetővé, hogy engem örökbefogadjanak, hanem patronáló szülőként voltak az életemben. Ja, és bejártak. Hát az édesapám nem mondott le rólam, és ezáltal ő nem tudtak örökbefogadni, ezáltal patronáló szülőként éltek az én életemben, és igen aktívan végig. És hát mai napig. Aha. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy hétközben benn volt a kóterbe, hétvégére meg kivitték családhoz. Igen. Szó szerint. Ez szerintem a legkeményebb, mert így tudod, hétközben a pokol, hétvégén a mennyország, de vasárnap délután vissza a pokolba, tudod. Hát ez így nézett ki, de annyira nem volt pokol, mert én úgymond ebbe születtem, az anyag, hogy nem éreztem ennek a terhét annyira. Tehát benned végig ez tudatosítva volt, hogy te nevelőszülőknél vagy, valódi édesapád még tartotta veled a kapcsolatot? Nem is láttam, fotót se láttam az édesapámról, ez üzenet volt, amikor szóba került, az már nagyobb voltam, hogy akkor a örökbefogadás szóba kerülne, akkor volt egy sarkalatos kijelentés, hogy mindenki csinálja magának gyereket, ezáltal elmaradt ez a lehetőség, és... Így nem tudott örökbefogadni ezáltal, az akkori rendszer, a kommunizmus, vagy nem tudom, minek hívják, nem tette lehetővé. Most szerintem másképp van, sokkal könnyebb ez. Azt a mindenit. Patronáló szülő volt, aki támogatta az életemet. Ő nem támogatta, végig kísérte, sőt, mai napig azt mondom, hogy mindenkinek így legyen az élete. Szóval múltkor mondta nekem anyám, hogy nem csinált még semmit az életében, mondom, hogy idegen embernek adta életet. Szerintem szebb dolog nincs. Szóval létezik ennél szebb dolog, mint az ember életet ad egy nála idegen lévő embernek. Uh-huh. És akkor megnyugodott a lelke, szerintem ennél szebb nincs. Egyen meg. És Erzsébeten nőttél föl te is? Én Óbudán a anyukámnál, és a neveotthonban. Uh-huh. És mikor találkoztatok? Hétvégénként? Hát ez hosszú tőle családi összejövetel volt, nyilván egy picit zavarba volt, és a Gyuri beszólított a szobájába, hogy ne ott... Persze, mert nem akartam ott feszengeni, meg én nekem úgy bejött, mert tudod, Erzsi Beti vagyok nálunk, nem idegen a csibészség, úgyhogy meg semmilyen averzióm nem volt. Úgyhogy tele voltunk hangszerrel, és akkor beültünk a Pistivel, és akkor elkezdtem muzsikálni, meg így dumálgatni, meg minden, és akkor ez így szépen, ez így rendszeressé vált, és kialakult. És aztán utána, amikor ő a 18 éves lett, és a
hogy mondják ezt, hogy tudod, mikor megszűnik, már nem az intézetbe vagy, hanem elengednek az életbe. Hát nagykorú leszel. Igen, és akkor utána vált a mi kapcsolatunk nagyon-nagyon szorossá, mert onnantól kezdve ilyen hetente többször is találkoztunk, mert mi imádunk egymással beszélgetni. Ez való így. Ez olyan, hogy főhív telefonon, és 2 óra. És nem veszem fel a telefont, mert tudom, hogy nincs 2 órám. És... Szia, vissza tudsz hívni, amikor lesz egy délutánom. Meg, nem, szóval nagyon fontos. Ez a legutolsó történet. Este 7-kor elkezdtünk telefonálni, és valami 11:30-kor a feleségem kiabált, hogy mit csinálsz. Mondom, Pistivel telefonálok. Jó van, tudod. Nem viccelek egyáltalán, nem túlzás. Nem túlzás. Hát szeretünk élethelyzeteket átbeszélni. Pedig a csacsorászás telefonon az nem a férfiak műfaja. Hát ebben az esetben nagyon is. De. Szerintem meg de. Te lecsajoztál minket? Nem, csak arra emlékszem mindig ezekre a hümögések. Igen. Hát, van tartalma. Ugyanúgy látjuk a világot. Van tartalma. Pistiben az mindent ért, amit... Tehát egy csomó emberrel nem tudom megbeszélni a környezetemben, akiket imádok, meg minden teljesen rendben van, de van egy bizonyos felfogása az életnek, ami csak kettőnkre jellemző, és az ugyanolyan. És a humorunk is ebből fakadóan ugyanaz, és ilyen elég ilyen egy szót mondani, és azonnal vinyogva röhögünk. És így van. Pontosan tudom, hogy mire célhoz. Meg múltkor fölhívott, és most a konkrét sztorit nem akarom elmondani, de a hangját hallottam, és a következőt mondtam neki a témától teljesen függetlenül. Öcsi, ne bolondulj meg. Nagy csend a telefon végén. Most ezt honnan tudod? Való igaz, igen. Jó, de itt azért nagy összekötődések lettek. A gyerekkorból felnőtté váltunk, felnőttéből apukák lettünk. Egymás gyerekeinek a fejlődését megbeszéltük, szóval és közben ugyanúgy... jól éreztük magunkat mellett. És te muzsikálsz, Pisti? Én nem, én érdezem a muzsikát. Bár a muzsikára, akkor tudja, hogy a zenekarba jártam. Mi lenne Pisti hangszere a muzsika? Mit nézel ki belőle? Hát én a basszus gitárt dobott simán, tehát ritmus szekciót simán. Pont az nem megy. De hogy nem, ez nem tudod, ez Kodály Zoltán országa ember. Itt minden megy. Mindenki tud muzsikát. Így van, de Gyuri már nem is próbálkozik. Figyelj, én fogadásból bárkinek a füst a víz felettet 15 perc alatt megtanítom. Itt ugyanis mindenki Kodály módszerrel éneket tanul. A heti 1 óra is számít, mert aktiválja a csipet. Én ez hörmálcú, én tudok ezt. Én jobb, tapasztalatból mondom. Volt olyan barátom, aki azt mondta, csibész volt, hogy én soha nem fogok megtanulni gitározni, és vettünk neki egyet a születésnapjára, és nem viccelek 15 perc, mert az, hogy C-dur, ezt ide, három ujjadat kell ide letenni. Ebből meg kell jegyezni még 2-t, és a zenekarra játszottuk vele, a nem ver meg engem az Istent, úgy, hogy 5 szólamba énekeltünk rá, és ő gitáron kísérte. Bizony. Szóval nem szabad misztifikálni a zenét. A zene mindenki, ezt pont Kodály Zoltán mondta ki, a zene mindenki, ebben az országban ingyenes a zeneoktatás, és ennek áldásos következményei vannak. Egyébként ez tényleg elképesztő, hogy a nagyobbik fiam dobol, a kisebbik trombitál, a lányom gitározik, és basszus hetente 2-szer ingyen olyan emberekhez mennek, igen, amiért külföldön egy vagyont kéne. Hát 100 dollárt fizetsz 45 percre. Így van. És ez meg itt ingyenes, és ráadásul a világ legjobb módszerével tanulnak, és a fiával, figyelj, ezt hallgatom. Ez csodálatos. Oda jön a fia hozzám, azt mondja... Mikrofonba mondja, Gyuri, hadd hallják. Oda jön a fia hozzám, azt mondja, figyelj, Gyuri, gyere már föl, azt mondja, mert muzsikáljunk már, mert dobos gyerek, tudod. Na, no, jó van. Hány éves a fiad? 12 lesz. Mondom, és miket szeretsz dobolni? Azt mondja, rollingot. Mondom, micsoda, leültünk, és hánkétánk moment muzsikáltunk, foggal fölfele, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mondom, figyelj, öcsém, mondom, az van, hogy megvan neked a Charlie Watts a rolling dobosa? A 12 éves gyerek azt mondja, persze. És nem mondom, azt tudod, hogy a rollingot hogy kell dobolni? Azt mondja, hogy? Mondom, úgy, hogy ez old school a manus, és nem üti egyszerre a pergőt és a lábcintát. Nem az van, hogy amit mondjuk az AC/DC-be, hanem amikor a pergőt üti, fölemeli a kezét a lábcíről, és és így. A 3 perc múlva az eredeti dobolással játszottuk, a Watts-féle dobolással, kolomppal, a 12 éves gyerekkel. A hangitán komment, hallott? Komoly, nagyon jó. Azért mondom, ez egy jó ország, ahol élünk. Én nagyon hiszek ebbe. De ez egyébként döbbenet, hogy a Gyuri, tehát hogy én még ilyen embert nem láttam, pedig ismerek muzsikusokat, hogy csak zenébe tud gondolkodni. Tehát állandóan látod, hogy tudod, hogy mi jut rólad eszembe?
meg ne sértődj, hogy az Eddie Murphy féle Dr. Dolittle filmben van egy foxi, amelyik rá van izgulva a labdára, és labda, dobál, Úristen, gyerünk, dobd el, mire vált, gyerünk, ja, igen. Hú, de pontosan ilyen vagyok. Megy a fejembe egy végtelenített szóló, folyamatosan gyakorlok. Ugye amikor nem hangszeren gyakorlok, akkor fejbe gyakorlok, meg igenis lehet fejbe gyakorolni. A Gyuri mennyire domináns? Az ember mindig fejlődik, ez nagyon fontos. Nyilván egy 20 éves ember domináns. Az idő erre választad, arra, hogy ő tud emelni, tudja magát emelni, vagy nem. És most nem akarom, mert testvérem, de tudja magát emelni. Nekem voltak olyan periódusok az én életemben, amikor azt mondtam, hogy talán most egy picit megült, és akkor egyszer csak felhívott, és odajött a ház elé, ezt sose fogom elfelejteni egyébként, hogy gyere, Lőcsi, hoztam egy anyagot lent, itt vagyok a kocsiba, itt a CD. És óckodva mentem le egy picit, mert én a Ferenci György és a Hertvig, bizony blues műfaj kapaszkodok, nekem az picit közelebb állt, és megérkezett a Petőfi lemez, és én levegőt nem kaptam annyira. Ott hallgattuk meg először, de akkor még sehol nem volt, csak én vaklemezen, és én tátott szájjal. És az, hogy tudtam azonosulni az egészen, és ilyen akkor jó egy zene szerintem, hogyha egy kívülálló ember tud azonosulni, és nekem az annyi teljesen átjött például, Pető. Mai napig azt mondom, hogy nekem az annyi a best. Mm. És beütött. Hogy találtad meg magadnak Petőfit? Nagyon szeretem. Vagy ő talált meg téged? Hát inkább ő talált meg, de nagyon-nagyon sokat segített egy konkrét felkérés a Hangzó Helikon sorozat részéről, Girls Daniel részéről. Ő lett a kiadónk, és akkor már csináltunk két nagyon beteg lemezt nála. Az egyik, én alkalmatlan vagyok a média karrierre, és ezt nagyon élvezem. Mm-hmm. Mert nekem a következő lemez címeim vannak. Ferenci György és a Healthy Davidson közös koncertje a Doknányi Ernő szimfonikus zenekarral 1993. december 27-én a Pesti Vigadóban. Ez a lemez címe. Valamint a How Mr. Hendrix Met a Hungarian Shaman in the Diatonic Church. Ez volt az első média barát lemezem címe a Dali bácsinál. Tehát egyszer kiírták rólunk német turnéba, hogy Blues aus der Pusta. Na, figyelj, erre bosszúból csináltunk egy lemezt, amin csak ilyen szövegek vannak, tehát Csíkos Riders. Tudod, meg ilyen, de ez a Neo Matyó, emlékszel? Neo Matyó, az volt a címe, nagyon, nagyon bitangult. És ja, annak az utolsó számának az a refrénye, hogy ha tele a kocsma, jó a konyha, ha üres a kocsma, bukik a banda. Ez így megfogalmazta a 90-es évek végén. Az full, tényleg. Ahol még az Old Mans-ben is úgy lehetett fejlődni, hogy... Nem, az Old Mans az más színvonal volt. Az Old Mans volt az egyetlen. Hát meg hozzáállás. Hát ott a Laci meg az Iván azért egy világszínvonalú hozzáállással fogadták a zenekarokat, és nem is lesz több ilyen a Pesti éjszakában. Uh-huh. 13 évig muzsikáltam ott. Tehát aki nem tudja, igen, hogy mi az az Old Mans, mert nem velünk egy idős, vagy, de van még Old Mans. Nincs már Old Mans. Én 20 és 26 éves korom között nagyon sokat smároltam ott. Én óriási hiányát érzem az, hogy nincs egy ilyen jellegű szórakozó Budapesten. Hát most konkrétan semmi nincs, szerintem. Szóval vannak az a fajta stílus, az tényleg az a koszos pincehelyiség, szerintem annyira hiányzik. Szóval, koszos, de mégis színvonalas. Tehát nem is koszos, hanem inkább azt mondom, hogy az otthonos. Otthonosan lelakott. Lehetett dohányozni. Hát az mekkora volt? Anyám, képzeljétek el, hogy az Amirex Jackim. Van egy 8 kilós, ilyen 8 kiló nehéz. A backstage is fönt, ahogy kinézett. Ilyen csibész jacky. Mm-hmm. Tehát nem motoros jacky, de ilyen komoly bőr jacky. Jó, miben lehet pakolni, nem? Hát a lakó jacky, persze, pontosan. Pontosan. Tartalékpóló, stb. Tudod mindenből kettő, tudod mindenből. És na, az még mindig kocsmaszagú. Ezt nézzétek. Mit találtam a zenekari buszba? Figyelj. A hallgatóknak elmondjuk, Gyuri a hasitasiába nyúl egy bontatlan Ferenci György kazettát. Bontatlan magnó kazettát, a 10 kicsi elefánt. Ezt kirakom ide beszélgetési pornak. Bontatlan, de a mágnes már elfáradt. Ez is egy érdekes időszak volt. Figyelj, kicsit nem lehet váltani. Ez a váltás előtti. Igen, de kicsit nem, ez a váltás maga. Ez az elektroszól. Ez durva. Ez nagyon kemény. Téged érdekel a hagyatékod? Téged ezt foglalkoztat, hogy mi az, amit itt hagysz magadból? Ugye csak átutazó vagyok itt a földön, énekled a Budapest bárral együtt. Érdekel, de nem olyan értelemben, hogy ezek a gigászok, Póka Egon, Török Ádám,
Tibusz, aki megvan, hála jó Istennek, és épp most csinált új zenekart, 70 évesen. De abszolút érdekel, de nem mérem magamat, meg a zenei jelentőségemet nem mérem ezekhez a gigászokhoz, mert ez teljesen más. Ez egy forradalmi generáció volt, és ők voltak a legnagyobb forradalmárok. Tehát mi megcsináltuk a saját kisebb forradalmunkat a rendszerváltáskor, szerintem jó sikerült, mert a generáció fele már halott, úgyhogy elég keményen odavágtuk magunkat muzsikálásba is, szórakozásba is, minden generáció csinálja meg a saját rendszerváltását. Aki nem csinál forradalmat, az így jár. Hát igen, az nézheti a telefonját, nyomkodhatja. Igen, igen. Én a Földes Lászlóra mondtam, amikor múltkor szóba került egy beszélgetés során a Földes László, és én azt mondtam, hogy a Földes László magyar kultúrája nagyon sokat tett, akár aki bármit mond. A tábortűzmeret lemez, az meg kell hallgatni a rendszerváltó lemezét a Hobo Blues bennek, és akkor azon van egy csomó ilyen utalás. Ne, én tudom, igen. Csak mondom, megdöbbentő. Persze, nem. Az hát, a generáció, ezek az emberek, akikről beszélünk, hogy Török bácsi a Minivel, a Lokomotív GT, a Sirius, Radics Béla, a Hobo Blues Band, az Egon, Isten nyugtassa, hát ők kifizették az árát annak, hogy blueszenésznek hívják magukat, és teljes joggal tették ezt. És nekik valóban van egy hagyatékuk, amire többek között nem csak az én generációm, hanem akinek hangszer van a kezében, az mindenki tud támaszkodni élete végéig. Nekünk az a dolgunk, nagy szavak nélkül, hogy amennyire tudunk a képességeink, meg a világ, ahogy engedi, de a világ mondjuk ebből a szempontból nem érdekel, inkább a saját képességeim, meg a saját munkám engedi, próbáljunk ehhez felnőni. Nyilván nem leszünk olyan jelentőségű előadók, mint amilyenek ők voltak, de azért még nem kell abbahagyni a muzsikálást, érted? Attól még a rock'n'roll az rock'n'roll. Tóth Vera nemrég volt a vendégem, és kérdeztem tőle, hogy mi az, amit mindenképpen megkérdezek tőled, vagy amiről beszéljünk, és azt mondta, hogy a pénz. Hogy kérdezek rá Gyurinál arra, hogy mi a helyzet a pénzzel, és Gyuri milyen kompromisszumokra hajlamos a pénzért, és valószínűleg azt a választ fogom kapni, hogy semmilyen. Hát, mert igazam. Jaj, úristen, Közép-Európa legnagyobb költője vagyok. Én arra pontosan emlékszem, bocs, ha nem tudom, ezt elmutatod, aluljáróba zenélt a Nyugatiba. Hát pénzért, vagy dobált, nem úgy, hogy pénzért, ott állt, ott hegedült. A legnagyobb iskola volt. Most a dalban volt három srác is volt, aki ugyanezt csinálja. És ott állt, és dobált. Szóval azért mondom, ilyen, és ebben a pillanatban elveszíti azt a kérdést, hogy mit számít a pénz, semmit nem számít a pénz. Szóval ebben a pillanatban elveszíti. Meg az, hogy minden színpad. Tudod, akárhol állsz ki, minden színpad. Ott kell az embereket megnyerni. Én azért soha nem is szálltunk bele, nem csak én azért, hanem a zenekarral soha nem is szálltunk be ebbe, hogy hány óra, milyen színpadon. Én megmondom, hogy mennyibe kerül a zenekar, egy fesztiválon mindig többet mondok. És akkor, ha kell, nem, a kódaraknak, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak. Egyébként azért nem szeretek fesztiválokon játszani, mert a fesztivál tök jó dolgok. Nagyon-nagyon jó cucc. Tehát, mert ránk szól egy másik színpad, és az már nem muzsikálás. Én meg nem a pénzé muzsikálok. Tehát én kapok ért a pénzt, hogy játszok, de nem azért játszok. És ha rám szól egy másik színpad, akkor nem hallom a saját zenémet. És onnantól kezdve robotból lemegy a buli, de mi értelme van? Tehát semmi. És ezért inkább köszönöm szépen nem. Ezért volt jó az Orfű például, mert olyan ügyesen ki van találva, az Orfű az bebizonyította azt, hogy lehet egy ilyen fesztivált tök emberi módra is csinálni. Ezért voltak jók ezek a bulik mindig is. Mert ott nem szól rád egy másik színpad, és ennyi kell összesen. Tehát nincsen backstage igényünk. Tőlünk mindig kérdezik, hogy mit kérünk, milyen kajákat kérünk, mert semmit, és esküszöm, hogy ez így igaz. Semmit, ha megkínáltok, nagyon szépen köszönjük, ha nem, akkor meg ez van, de az is egy jelzés, tudod. Igen. De ha nem, van nekünk pénzünk, hát veszünk a benzinkutát. A nagy fesztiválra egyébként is a tökön fog sorba állni. Tehát nem fog kimenni, és sorba állni egy félig megsült lángosért másfél órát koncert kezdés előtt. Inkább azt csinálom, hogy rombá vásárolom a benzinkuton a zenekari buszt, és viszek magamnak mindent. Viszont, ahogy Gyuri mondja, a felhőtlen szórakozás titka. A felkészült logisztika. Így van. Pontosan. Pisti, te ebből kivetted a részt? Tehát te dolgoztál együtt Gyuriékkal, így koncertek meg turnék során? Én csak élvezni mentem a koncertet, én nem segítettem. Mindig, szóval igazából nekem nem beszéltél. Szórakoztunk. Igen, szórakoztunk. Igen. Meg aktívan mondom, hogy átbeszéltük az aktuális helyzetünket, ő a zenekart, én a saját privát életemet
Így ennyi. Egyébként a fesztivál az nekem is borzasztó élmény, mert pályánk hajnalán még minket is hívtak fesztiválokra, és nyilván nem este 8-kor így a versenyezve mondjuk a scooterrel, vagy nem tudom, hanem abban az idősában, amikor a közönség már ébren van, de még józan. Ez ilyen délután 2:45 között. És volt befogadás erre? És volt, hát figyelj, 40 fok, a sátorról csöpögött le a mennyezetről az izzadság, a közönség fele külföldi és részek, tehát bármit mondasz, mondatonként hújogás, üvöltés, visszhangzol, nincs ritmusa az egésznek, szétesik, tehát hogy stand-upra nem jó, mert a stand-upnak ugyanúgy ritmusa van, mint a zenének, és hogyha ha a közönség engem meggátol ebben a ritmusban, akkor végem van, akkor meghaltam. Hát, hogyha kiesel belőle, nagyon nehéz visszakapni. Egyébként ez olyan, hogy verset is, ha elrontasz, akkor utána az, sajnos az már az ördögé. Tehát azt nem lehet újra kezdeni, hogy bocs, majd még egyszer nekifutunk a, mint tudom én, a Gorumba tábornoknak. Ott voltál a szülinapomon, Gyuri, és kimentem ajtót nyitni valakinek, jött egy vendég, és arra mentem vissza, hogy már Gyuri fönt van a fiam szobájában, a fiam dobol, Illés Feri barátunk gitározik, Gyuri meg szájharmonikázik, és egy komplett kis háromfős jazz blues zenekart lehoztak 2 perc alatt, amíg én kimentem ajtót nyitni, és hogy és ezen a bulin Dankó Pisti barátomtól kaptam egy pólót, ami ki is volt téve. Emlékszel, hogy mi volt a hátára írva? Nem basszus. Az volt a hátára írva a Turné című filmből, Bereményi Géza forgatókönyve, hogy aki minden nap jó akar lenni, az beledöglik. Igen. De ez nem is baj, dögöljek is bele. És te ezt kétszer majdnem megtetted. 6-szor. 6-szor. Akkor mélyről én nem tudom. Igen, de ez... Tehát, hogy egyszer például a MIPA-ban a Budapest Bár koncertjén a WC-ből szedtek össze, az volt talán az első infarktuson? Igen, az volt az első, de az volt, igazából az volt a legkeményebb. A többi utána már így... Már tudtad, mire számít. Az volt a legelső. Igen, már első tudtad, de az ott az nem, ez nem ilyen szörnyűség, ez nem ilyen katasztrofaturizmus ez, hanem úgy belekerülsz, aztán csinálod, olyan, mint a balhé. Tudod, hogy addig rossz, amíg el nem kezdődik. Az volt az első. Igen, és megvan az első pofont, akkor... Hát igen, vagy eldől a helyzet, akkor utána már vissza víz. De ez is ilyen volt. Hát ott ültem a színpadon, és ha 5. nóta voltam, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. És így, én tudtam, hogy éreztem, hogy gáz van, és akkor el kellett döntsem, hogy mit csinálok. Hogy az átutazó vagyok itt a Földön című dallal, leteszem a kanalat, vagy fölállok és kimegyek. És én eldöntöttem, én ott maradtam, és elénekeltem a nótát. Elénekeltem a nótát, és utána mentem ki. És hát ez ilyen. Hát itt akkor lefordítom magyarra, az történt, hogy már tudta, hogy rosszul van. Igen. Fönt a színpadon. És elvileg egy ilyen helyzetben minden másodperc számít. És így kell végigjátszotta a zenét, és utána ment ki. Uh-huh. Szóval egy olyan állapotban, amikor már azt se tudja, merre van fejjel, de végigtolta azt a számot. Egyébként ez nagyon megdöbbentő. Nekem akkor is megdöbbentő volt, amikor ezt végighallgattam, és én egyébként utána bementem hozzá a kórházba, és hát akkor még dohányzott egyébként. Akkor még dohányzott, és akkor bementem hozzá, és teli volt ilyen tapaszokkal, feküdt bent a izében. Melyik mi volt a másik kerület, vagy 12. kerület? Igen, ott fölött a 12. kerület, ott volt, és akkor fölmentem, nem engedtek be, akkor mondtam, hogy bementem jobbra-balra. Nem engedtek be, akkor előtte este. Ilyen komandóba össze-vissza kamendzsáréztem, azt mentem. És akkor, szevasz, öcsi, te itt vagy? Mondom, mi a helyzet, mi van? Van nálad egy 100 cigi? Nem, akkor letettem utána egyébként. Tehát azóta nem szívok akusztikus cigarettát. De nem tényleg csak elektromosat. Nem. De hogy ott arra akartam kiukadni, szóval erre a mondatra, hogy azért viszonylag, ha ebbe megragad az ember, akkor nem tud tovább fejlődni. Szóval ha elkezdesz önmagadban a problémáiddal foglalkozni, erre a szituáció, akkor lehet, hogy megemészti a lelkedet. Szóval, hogyha egy ilyen belső, meg tudja, legtöbb ember itt süllyed el. Szóval már másnap azt mondom, leszedtem magára a tappancsokat, szó szerint, ahogy mondom, és akkor ezért menjünk. Ki is jött egyébként? Nem cigiztem. Nem cigizett. De arról beszél, a lendületről, a dinamikáról, hogy gyerünk tovább, menjünk tovább. Hát ez januárban volt, márciusban visszamentem bunyózni. Igen. Mert mondtam, nagyon nagy a belső rugója, szóval talán az viszont iszonyat erős. Nagyon impulzív ember.
Hát kell, hogy történjenek a dolgok, mert megöl az unalom, azt nem bírom. És például lehet úgy nagyon jól zenélni, vagy nagyot zenélni, hogy közben nem élsz nagyot, mert azért nagyot élsz. És egy nagyot darabig lehet, mert a tehetséged egy darabig az agyad előtt jár fiatalkorodban. Tehetségesebb vagy, mint amennyire művelt. És csak az 30 éves korodra elfogy. Mm. És hogyha nem művelődsz hozzá szakmailag, tehát nem kezd el érdekelni a hivatás része a dolognak, tehát hogy miből áll maga a hivatás, akkor megmaradsz azon a szinten, azon a fiatalkori szinten, csak akkor már esélye sincs az agyadnak, hogy a tehetségedet utolérje. És hogyha nem tudja utolérni, akkor ugye szerencsés esetben megfordul, mert ugye tanulsz, fejlődsz, gyakorolsz, és a kezed le van maradva az agyattól, és azt akarod behozni. Uh-huh. És ez a jobbik eset, mert akkor mindig van motiváció, hogy leülj a hangszerezés, mint a Tibusz, aki 70 éves korában napi 4-5 órát gyakorol a mai napig. Állítom, hogy a magyar szakma 90%-a azért gyakorol, mert a Tibusz gyakorol. És de jó, hogy van nekünk ő, mert ugye fiatalkorunkban nekünk ez volt a példa, és ezért mi gyakorlósak lettünk mindannyian. Én magamtól is annyira imádtam játszani, hogy fiatalkorunkban 10-12 órát harmonikáztam egy nap, és amikor nem harmonikáztam, akkor a kezembe volt, és éjszaka meg úgy aludtam el, hogy a kezembe volt. Uh-huh. Tehát én ennyire hát szeretek játszani. Most is imádok. Az koromban, hogy a kezemben volt, csak nem harmonikával csináltam. Hát el kellett volna menni rock'n'roll zenekarba játszani, és viszonylag hamar megoldódott volna ez a probléma. Ugye a kezed jár előrébb, mint a fejed, tehát ha kezedben benne van a virga, akkor semmi, akkor csak egy üres virtuóz vagy. Ne, ez se feltétlenül igaz, mert fiatalkorban mindenki örül a technikájának. Aha. Én csak a saját példámról tudok beszélni, hogy engem rabul ejtett az érzés, hogy ekkora sikerélményt ad a hangszer. Tehát, hogy meg tudok rajta olyan dolgokat csinálni, amit más nem, és közben meg 18 éves vagyok. Uh-huh. Tudod, már profi zenekarban játszottam 17 éves koromban, és nagyon keményen, tehát nagyon komoly próbálás volt, 4-5 órás bulik voltak, és egy évben nem sok buli volt, 250-300, tudod? Tehát muszáj. Mellette még jártunk más zenekarok koncertjére, meg eljártam ródolni a P-Box-szal, meg velük is engedték, hogy muzsikáljak, nem az, hogy én muzsikáltam velük, hanem gyerek voltam, és mégis engedték a Samuék, Isten nyugtassa, mégis engedték, hogy egy pár dalra fölmenjek játszani. Tehát olyan tanítást kaptam, hogy észre se vettem, de jó irányba lettem elindítva. Uh-huh. Tudod? Uh-huh. És ennek nagyon kemény része volt a munka. Uh-huh. Tehát az rögtön egyértelmű volt, hogy itt csak akkor van bármi esélyed, ha dolgozol. Uh-huh. És aznek, ha utálsz dolgozni, akkor soha nem fogod semmire se vinni. Én meg imádok. Egyrészt a hangszeremet imádom, másrészt meg nagyon szeretem a folyamatot, amíg az ötletből kész lesz. Akkor szeretem azt a premier előtti pánikot. Tudod, a régi dalt berakni, az új dalt berakni a régiek közé. Mert ugye a régi műsort azt már játszottad 130-szor. És az újat meg még egyszer se. És akármennyit próbálsz, nem lesz olyan szintű, mint a bejátszott dalok. Mert ugye minden dalnak van egy élete. És az a cél, hogy a próbaidőszakban olyan magasra fölvinni, hogy a különbség nagy részét el lehessen tüntetni. És utána egy koncert, az 10 próbának felel meg. Uh-huh. De hogyha nem próbálsz, akkor egyszerűen soha nem fogja utolérni. Kell próbálni, kell egyénileg gyakorolni, és folyamatosan agyalni kell a hangszeren. Mert különben nem lesz egyről a kettő. És most 55 éves vagyok, 17 éves korom óta csinálom, és állítom, hogy még az életben nem szerettem ennyire szájharmonikázni, mint most. Ezt komolyan mondom. Olyan motivált vagyok, és olyan jó esik a hangszerbe belefújni, meg egyáltalán agyalni. Hát ez a János Vitéz. Egy teljes éven keresztül hiszti görcsbe melóztam rajta. Egy teljes éven keresztül, hogy el tudjam játszani, amiket a mókus írt. És most el tudom már készség szerint játszani, tehát készség szinten játszani, de bármikor. És álmomból fölkeltve is. Ez azt jelenti, hogy az, amit mit tudom én, az egyéves munka folyamat elején megvalósíthatatlannak gondoltam, az lett a minimál szint. Uh-huh. És 55 éves korodban tudsz ekkorát fejlődni? Tehát kizárólag, hogyha addig is dolgoztál. Mert hogyha addig is gyakorolsz, és addig is dolgozol, és tanuló üzemmódban van az agyad, akkor igenis tudsz, hogyha mit tudom én, 55 évesen kezdesz el újra gondolkozni, akkor sokkal nehezebb dolgod van. Uh-huh. Akkor már szinte lehetetlen szerintem. Én ugyanezt érzem a stand-upban is. Tehát, hogy egy új blokkot, egy új történetet berakni a régiek közé, na most lepróbálom, úristen, és hiába agyalok rajta én is, és hiába, lepróbálni nem tudom, mert nálunk egyből az előadás a próba, de magamban el tudom mondani, körülbelül mi lesz a ritmusa, már közben kiderül esetleg, hagyom pihenni 2 hetet, és úgy tiszta fejjel újra ránézek, hogy na vajon van, hogy már a színpadra lépés előtt futamodok meg, és mégse fogom ezt most elmondani. Milyen érdekes, kettőt különálló dolog, és mégis ugye a dinamika. Meg szerintem nektek sokkal
nehezebb dolgotok van, mert te egyedül mész ki a színpadra. Abszolút. Egyedül kell elvinned, hogy ugyanakkor a közönségnek, vagy sokkal nagyobb, jelen pillanatban sokkal nagyobb közönségnek egyedül kell elvinned a bulit. Igen. Nem tud senki se segíteni. Tehát az aztán az igazi iskola ember. Igen. Az, igen. Az. És aztán érted, egy 2 perces történet, de agyalsz rajta 3 hónapot, és utána mondod még a színpadon még 2 hónapig, mire egyszer csak egyik este, ja, hogy ez így jó. És akkor zökken a helyére. Pató Pál úr, Petőfi lemezre följátszottuk, soha nem játszottuk egyszer se, mostanáig. 10-akárhány év után Petőfi műsorba beleraktuk. Jó, jó volt, de nem volt jó. És egyik próbán húztunk egyet, mondom, gyerekek, üssük, nem is, egy beállás volt, a Délsében muzsikáltunk, és a szegény Patyó, Isten nyugtassa, az ő emlékre egyet muzsikáltunk, és a beállásnál mondom, üssünk meg 2-4-et rá, mert ez nem tud, ilyen jó kis, ilyen triolás funkos groove volt az alján. De mondom, gyerekek, nekem ez így nem kerek. És üssünk már egy 2-4-et rá, minden látkozott két nagyfét túl az operenciát, úgy elindult az egész, és 18 éves nóta. És szerintem ebben a pillanatban most, puf! Ha a barátságotokat le kéne írni egy szóval, igen, akkor mi lenne az? Bár szerintem már sejtem, mert hiszen eleve a testvéredként mutattad be Pistit, Gyuri. Hát én szívet mondanék. Füst. Ja, az is. Jó, oké. Jó, hát ez egy kicsit privátba mentünk, kicsit a privátba átmentünk. Mert miért füst a cigi miatt? Vagy a szívás? Nem, mindegy. Igen. Már hogy szív? Tehát a főnév vagy az igen? Nem, a szív az jó. Szív meg agy. Igen. Igen. Egyébként egy szóval úgy írnám le, hogy rejtő. Rejtői barátság. Igen, ez abszolút. Aha. De miért rejtői egyébként? Hát mi egy rejtő regény hősei vagyunk, és úgy éljük az életünket. Hát egyébként benned van valami így. Én magamról nem nagyon beszéltünk, de az a lényeg, hogy én is azért az életemnek egy szakaszát bemutattam, és az a lényeg, hogy 18 éves korom óta próbálok egy fejlődni én is, és menni előre, és sosem nézni hátra. És ezáltal sok olyan helyzetet teremtettem magamnak, ami... Tudod, próbálod leírni a G hangot. Hát ne legyen sok, de se kevés se. Szóval eléggé színes volt az életem. Hogyha most bezárnám, akkor sok mindennel fel van töltve. Rengeteg mindennel, tényleg. Szóval egy ember el nem tudja képzelni annyi mindennel. Annyi minden történt, meg annyi mindent csináltál. Igen, igen, abszolút. Abszolút. És nyilván azóta megnyugodtam én is, én is, most már azért az 50-es, de azért én is egy eléggé aktív életet éltem. Most is. De most úgy érzed, helyeden vagy? Sose voltam a helyemen. Jó. Igen, tehát mindig a helyeden voltál, igen. Hát én mindig megyek. Tudod mit? Úgy lehetne, hogy szabadság, az a közös szó. Az, hogy mind a ketten szabadok vagyunk. Gyerekkorunk óta bármi próbált. Problémám. Nálad meg ráadásul, tényleg olyan, de gyerekkorod is olyan volt, hogy nem hogy, szerettem a láncokat. És annak ellenére még fejben mindenképpen szabadok voltunk mindig is. Hát akkor én azt mondjak fel egy új felkonfot. Nem kell. Az olyan, hogy az ember rengeteg korlátot húz magára, ahogy megy az élete. És, meg a bizonyítási kényszer, tudod. És az idő múlásával nem fontos, nincs rá szükség. Hiszen miért? Uh-huh. Miért kell? A fiam 18 lesz, és ott láttam, hogy ő most szakad le. Uh-huh. Be van sózva. Hát mennyire csinálja az életet, mondtam neki, csak a rendőrségre kellene bemennem. Voltam. Voltál? Nem voltál baj. Sosincsen baj. Szóval az, hogy egy gyerek elkövet dolgokat, főleg egy fiú, főleg mondom azt, amin én végigmentem úton, én nem hazudok a gyerekemnek. Szóval az apa nem hazudhat a gyerekének, soha nem hazudhat. És hogyha megkérdez dolgokat, akkor azért, hogy magamat kifényezzem, azért nem fogok egy szép dolgot mondani. Szóval teljes őszinteségekkel. Soha többet nem fog hinni neked, ha hazudsz neki. Nem, nincs is rá szükség. Szóval tényleg, a sztoridőnek is el szoktam mondani a fiamnak, hogy meg a Korrádnak is, hogy nincs rá szükség. Szeretjük egymást,
és innentől kezdve miért van erre szükség? Neki se. Szóval amikor kialakul egy helyzet az iskolában, és engem behívnak, akkor felhívom rá a figyelmet, nincs szükség arra, hogy a saját helyzetét színezzel, mert én az apád vagyok, és én azért vagyok, hogy segítsen. Ennyi, ez a legfontosabb. Szóval nincs kamandzsári. Uh-huh. Nincs kamandzsári. Ez már másodszorra mondod ezt a kamandzsári kifejezést. A kamandzsári az, igen. De ezt honnan jön? Gyerekkorunk óta van, de ez, meg az egész baráti körben. Hát a kamunak egy kifordított egy kicsit. Ezt sose hallottam. Nem hallottad? Nem, a Comanchero című számot hallottam. Hát, tényleg a Comanchero. Kamandzsári az öcsém. Házi feladatnak adtam, hogy... illetve veled üzentem Pistinek, nem tudom, hogy átadta egy Gyuri. Nem, elfejtettem, nem, én sem emlékszem, de haragudj. Nem baj. Link vagyok, hogy nem baj. Semmi baj. Hogy mondjál három állítást Gyuriról, és ebből a három állításból legyen kettő igaz, egy hamis. Ez lehet sztori, lehet valami jellemző, vagy szokás, vagy egy múltbeli, valami fontos pillanat, amik így furák, tehát lehetnének akár igazak is, meg nem is, hát, de hogy kettő legyen közülük igaz, egy hamis, én meg majd megpróbálom kitalálni. Hogy... Szívesen dolgozik munkahelyen. Igaz vagy hamis? Hogy állandóan pontos, mindig időben odaér, mindenhová. Ez az egyik állítás. Igen. Ez azért is érdekes, mert ugye mégiscsak zenészekről és bohém emberekről van szó, úgyhogy, de én tudom, hogy mikor kezdtük el a podcastot ahhoz képest, amit beszéltünk, hogy azért mondom, lesz egy azért tippem. Mondom. A másik, hogy tud-e főzni. Tehát, hát erre ráparogsz, mert tegnap például pont főztem. Tejszínes raviolit, elmondom, hogy nem tudok főzni, viszont tegnap életemben először készítettem egy ételt, és kegyetlen finom lett, most nem azért. Úgy csináltam, hogy tök magolajban megpirítottam fekete erdei sonkát, meg póréhagymát, arra rávágtam tejszínt, meg egy csomó borsot, és abban hogy utána... Hogy vágtad rá tejszínt azért? Az... Hát úgy, de jó, hát rátettem tejszínt más szóval akkor, és még tettem rá még borsot, mert az jó, és az egészet összeforgattam raviolival, és reszeltem rá parmezán sajtot, és az egészet a tejszínes szószal még egy kicsit összesütöttem, és azt ebédeltem. Tehát most tudnék főzni, ha akarnék. Így van. Tehát tudsz, csak még nem próbáltad ezt. Úgy szokás mondani. Hát akkor ebből ki is derült, hogy akkor ezzel mi a helyzet. Bocs. Én azt például konkrétan tudom, hogy tehát ha például azt mondanánk a kedves hallgatóknak, hogy igaz-e az, hogy Ferenczi György úgy szokott népzenét hallgatni, hogy befekszik a nagybőgő és a brácsa közé. Az egyszer volt. Azt emlegetik a mai napig. Akkor lett népzene flash-em, ilyen 88 magasságában, a Józsefvárosiban. A Méta muzsikált, és akkor voltam másodszor táncházba. Az először megkaptam a komoly melberúgást, és következő héten megint lementem, és teljesen gátlástalan voltam fiatalnak ebből a szempontból, és engem az ragadott meg akkor, ahogy a brácsa meg a bőgő együtt muzsikál. Három úros népi brácsa befordítva 90 fokba, nekem akkor az új volt, és plusz a nagybőgőzés parasztvonóval, ami ilyen vastag szőr, rövidebb vonó, nem a klasszikus vonó, és így recseg. És a másik, az nekem olyan volt, hogy megalakult az AC/DC együttes akusztikus hangszerekem, székzenét muzsikáltak, és egyszerűen nem bírtam magammal, és oda mentem, és befeküdtem a színpadon, miközben ment a táncház, befeküdtem, bőgős és a brácsás közé, ez a Nagy Zsolti meg a Mohácsi Berci. A mai napig emlegetik. És hogy a Zsolti agyon akart szúrni. És ott, hogy mit csinálsz itt? Mert nem ismertek még. Mondom, itt szól jól. És így tudod, így összenéztek, és tényleg ott szól. És mondták, oké. Okay. És kanyar végén kiváztam, meghívtam mindenkit egy gitarra, és egyszerűen nekem az kellett. Az egyik fülembe röfögött a brácsa, a másikban meg röfögött a nagybőgő. És olyan élmény volt, hogy én állítom, hogy ez 90%-a annak, hogy én miért szeretem a népzenét. Ez egy tökéletes ritmikai összeolvadás, tökéletes hangszerszand, tökéletes az erőközvetítés, minden, a mozgások, a testbeszéd, minden benne volt, az a csukló mozdulat. Az hogy a hang nem a semmiből indul, hanem az első mozdulat már a második, mert az első a levegővétel és egy csavarás, ugyanúgy, mint a bunyóba. Tehát nem az van, hogy böfő, hanem hogy tudod, és a jól megszólaltott hangnak is pontosan ugyanez az ereje van. Ez nekem a mai napig itt ez a mozgás megvan, ez a vertikális, horizontális, tudod, bőgővonó, brácsoló. Tudod? Uh-huh. Bocs. Lépót vagyok ezzel. Hát én mindig gondolkozok egyébként a harmadik kérdés, hogy tud-e focizni a Gyuri? Aha. Na, nagyon jó kérdés.
Nagyon jó kérdés. A blues zenészek közül egyébként nagyon sok foci őrült volt, meg nagyon sok jól focizó volt ember. Is válogatott. Blues válogatott? Aha, bizony, bizony, pókáékkal. És alig várták, hogy kikapjanak, hogy utána el tudják muzsikálni. Jó focizott. Nem, nagyon jó focizott, a focista volt fiatal korában. Sokat jártunk kivel az Orci kertben. És ő ballábas. Igen. Az Egon? Nem, én. Nem te, ez igen, szerint te tudsz focizni. Én két ballábas vagyok, nem mondom, hogy az azt jelenti, hogy kétszer. Tudom, csak nagy pályán soha nem fociztam, viszont egész gyerekkorunkban fociztunk. Lábtenisz, tengó, falazás. De tényleg az ember egyébként, amikor, legalábbis nagyon sokat jártam grundra, szóval amikor foci kedvem volt, foci vágyam volt, akkor én megfogtam, felvettem a táskámat, lementem a ligedbe. Vagy ha ott nem volt, akkor lementem a fasorot, a szembe. Szóval addig mentem, még egy pályára nem tudtam bekéreckedni. És full idegen emberek közé. És én mindig fantasztikus. Egyébként most nem látom ezt egyébként, szóval nem látom ezt a nagy grundolást. Nincs. Még nálunk voltak grundok, meg voltak csapok, amikből tudtunk inni. Hát az teljes megszűnt. Igen, hát voltak kutak, amik lábkulcsal tudtál inni a kultúr. Igen, lábkulcsal, vagy ilyen nyomós kult volt, amire így rá kellett a térdeddel támaszkodni. Vagy betűnk fagyasztott szilvát, és azt tettük fagyi helyen. Ja. Mi meg aromix italport szórtunk a kezünkbe, azt senki nem kevert. Limó. Az igen, meg limót. Igen, és azért ragadt a tenyerük, színes volt a nyelvünk. Hát akár megtörténik. Hát, és bocsánat, volt még egy állítás, hogy Gyuri mindig pontos. És csak hogy mondtam, hogy én emlékszem, hogy mikor kezdtük el ezt a podcastot, 11-re volt megbeszélve, 10 óra 58-59 perckor csörgött a telefonom, hogy itt vagytok kint. Tehát Gyuri, tényleg pontos. Igen, én régebben ezt elég elegánsan kezeltem, de aztán muzsikáltunk Tóth János Rudolfa kétszer-két évet, és a Tóth úrral nem lehetett viccelni. Igazán. Vele nem lehetett viccelni. Ez két az a dioptrió volt? A dioptrió. És konkrétan könyörögtünk egy fél órát kaputelefonból, hogy jöjjön le, mert fél órát elkéstünk a bíziákkal. És megtanultuk, hogy soha többet nem késünk. Esküszöm, soha. Az életbe többet nem kések. Én ilyen halálosan pontos vagyok. Én nem tudom, valahogy mindig így jön ki. Nem, mert jó érzés. Egyébként jó érzés, igen. És hogy nem csak időben, ez az a jó, hogy nem csak időben leszel pontos, hanem így térben is, és fejben is, és mindenhogy. Tehát, hogy így... Hát megérkezel. Akkor meg nem kocka leszel tőle, hanem csinálsz magadnak időt még pluszban. Ez a lényeg. Gondolj bele, hogy hagysz, tehát zenekarral úgy van indulás, hogy tudjuk, hogy mennyi idő, mennyi út, és arra még ráadunk egy órát, mert a kerékcsere cucc kipakolással együtt, az kb. 40 perc. Uh-huh. És hogy mindig akárhova megyünk. Tehát, hogyha Velencére megyünk, akkor is egy órát pluszba kell hagyni rá. Nincs mese. Uh-huh. Nincs mese, nem érdekel, hogy közel igen, van. Igen, egyébként az a durva, hogy ez tényleg így van, mert én a Borával jó vagyok, és hát egyszer meg volt beszélve, hogy jön hozzám edzeni, és akkor annyi volt a lényeg, hogy indulni kell, nem tudom, minek megyünk oda, Pisti, egy órával hamarabb ott vagyunk, nem tudom, ott sétálni, és de ő fiatal. Igen. Az egy óra. Az igen, meg nyersz, és valamiért, és akkor a Jóisten nagyon igazságos szerintem, és akkor nyersz valamit. Tehát az, hogy van egy órád mászkálgatni az illető helyen, ahol mondjuk először vagy, és be tudsz ülni egy cukrászdába, vagy egy kocsmába, tudsz három emberrel szót váltani a helyiek közül, és tudod, hogy kinek muzsikálsz aznap. Igen. És fel tudod mérni a közönséget. Uh-huh. És ez viszont megfizetetetlen. És meg egyébként is ne csináljunk kellemetlenséget senkinek, nem ingyen megyünk oda muzsikálni. Az a minimum, hogy egy órával buli előtt ott vagyunk. Uh-huh. Én egész egyszerűen most már nagyon utálok késni. De és tudod miért? Mert utálok várni valakire. Aha. És tudod, az úgy nem működik. Én simán elkésőbb, de maradj már, mint érted. Az abszolút. Tudod ki a nagy késő? Janklovics. Janklovics Péter, ő egy ilyen 15-20 perc. De ez is, ezen se idegesítem fel magam, mert tudom, hogy késni fog, és amikor vidékre megyünk fellépni, akkor direkt annyival korábbi időpontot mondok neki indulásra. De a szemét Illés Feri már szólt neki, hogy addigra idejönni később. Ugyanígy késik. Az is milyen érdekes, hogy ti így megtaláltatok egymást az Illés Ferivel. Ez egy tök jó dolog, mert nagyon jó muzsikus. Igen, és ebben is a Budapest Bárnak volt egyébként nagy szerepe, mert a feleségem írt nekik, hogy nem tudnak-e jazzmonus gitárost, hogy engem tanítgasson, aha, és ők így elsőre adták persze, a Ferit. Persze, igen, ő muzsikált velünk többször is. Igen.
Igen, és nagyon ügyes, és nagyon szeretjük. Meg, meg, nem meg egy jó arc. Jó, én eleve a muzsikusokat szeretem. Én még szarfej muzsikussal nem találkoztam. Lehet, hogy én... Itt ül egy. Én nem vonzom be őket, csak a jó fejeket. De itt egyszerre két jó fejembert is kaptam. És olyan érdekes, hogy milyen két különböző világból jöttök, és férfi és férfi között is létezik két órás telefonbeszélgetés. Simán. Ezek a beszélgetések jönnek. Szóval nem úgy van, hogy akkor most akkor beszélünk, hanem úgy hív fel, öcsi, ne haragudj, basszus, tudom, fél éve nem baj, semmi gond, most tudunk beszélgetni. És egyszer meg én mondom, bocs, Gyuri, ne haragudj. És valamikor meg csak a semmiből, tudod, és pont úgy jön ki, hogy puf, benyomom, és onnan aztán ez a hiperuruklás, és onnan órákon keresztül. Tuff. Szerintem a beszélgetés is olyan fontos, mint bármi más, hogy valakivel tudj belülről, őszintén, gátlástalan, semmi nincsen semmilyen olyan tényező, ami befolyásolja, tényleg ki tudod engedni azt, aki vagy. Igen, nem kell magadat megjátszani, meg moderálni, de semmi ez a szempont, teljesen őszinte tudsz lenni, és ez annyira fontos, és ez nagyon kevés ember elengedheti meg magának a másik ember. Hát nagyon fontos, igen, és hogyha ez nincs, mondom, akkor szinte azt is mondhatnám, hogy egyedül vagy. Mm. Szóval ezek a fajta beszélgetésekre szükség. Nekem van. Értem is. És én... De különben alapból mind a ketten magányosak vagyunk, jó értelemben. És nálam például mind a két gyerek is. De van az a hosszú távfutók magányossága. Uh-huh. Tudod, az a fajta magányosság, ami nem az, hogy rossz, hogy vagyok az életben, hanem hogy ez egy jó fajta magányosság. Ez... De az meg is értjük egymást. Ez a blues. igen. De amúgy meg is értjük egymást, szóval valamikor nem kell nagyon sokat mögé tenni, de megértjük egymást. Uh-huh. Szóval vannak, mindenkinek van a perülése az életében, ugye, mert az életünk az úgy tevődik össze. És abban a nehéz időszakban is, amikor nekem nehéz volt, akkor is megértettük egymást. Vagy éppen neki nehéz volt. És sosem számított semmi. Szóval volt olyan eset, amikor még a Stellába zenéltek, és lementem hozzá, és azt mondja, hogy mi van, szarba vagy? Nem, te az ember szégyellő, nem beszélsz arról, hogy szarba vagy. Legalábbis a nagynéném azt mondja, a tánti mindig azt mondja, a szegény ember sose panaszkodik, és mondom, nem, dehogy is, de látom, hogy szarba vagy. Megfogok, benyújt a farzsebébe, és az lenne, hogy nálam mindig rendszertelenül volt a pénz, benyújt, össze volt gyűrve, és úgy hajtogott ki, jó, egy ötös, de azt mondja, szerintem ez kevés, nem? És akkor még egyet kivett, azt mondja, tedd el, de mondom, ne, nincsen, tedd el, látom, és amúgy tényleg szarba voltam. Mm. És itt visszakapcsolva a pénz, hogy mennyire nem számít. Szóval ott nem volt gondolkodás sem, hanem látta, hogy probléma van, automatice benyúlt a zsebébe, és mondom, amíg érezte belülről, hogy amit én adtam inputot, addig nyújt a zsebébe. De ez visszafele is így van. Tehát én tudom, hogy vannak ilyen biztos pontok az ember életében jó esetben, amiket nem kell igénybe venni, de már attól meg tudod oldani a problémát, hogy pontosan tudod, hogy nem a szakadék szélén állsz, mert legalább egy ember van, aki éjjel 3-kor fölhívod, akkor beül az autóba, és odajön. És tudod biztosan, hogy nem történhet olyan, hogy az ember ne segítsen neked, mert akkor összeomlik a világ. Mm-hmm. Akkor nem ért az egész, amiről beszélgettünk idáig. Akkor se egy szó nem igaz az egész. Mm-hmm. És egymásban meg ennyire bízunk meg. Hát ez egyértelmű, ez nem kérdéses, szóval ez sosem volt kérdés. Tehát a biztonságnyújtás az alap pillére. Ez az éjjel 3, ez annyiszor előkerül. És ez az igaz, mert akkor végzel, igen. Hát igen, akkor élünk. Hát éjszakai emberek vagyunk. Pisti is az, öcsém is az. De függetlenül attól, hogy mikor éltek, szerintem ez az igazi barát, és az eddigi epizódokból is ezt látom, hogy az igazi barát az az éjjel 3, az éjjel 3-as barát. Igen. Fú, de jó, nóta cím ez. Éjjel 3-as barát. Használd egészséget. Örülök, hogy ennyit vissza tudtam adni cserébe, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük a meghívást.